Your kisses, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever is such a new thing, fever started long ago. Smith and Pocahontas had a very mad affair. Thank you.
Akkor megkérem a kollégáimat, hogy tartsanak velem. Barnabás, Kornél Imre, kérlek, gyertek ide mellém. Két perc, two more minutes. Thank you for your patience. Köszönöm a türelmüket. Egy élő streamet is csinálunk a YouTube-on, a Crypto Akadémia YouTube csatornáján, ezért fontos, hogy hajszál pontosan kezdjünk. So we have a live YouTube stream as well on the YouTube channel of CryptoAcademia.com. That's why we have to start sharp. But two more minutes. We are blessed with a beautiful weather. The downside is it's a bit warm, but it's gonna be over soon. Hát, meg vagyunk áldva ezzel a gyönyörű idővel, mert valóban fantasztikus, ami hátránya, hogy egy kicsit meleg van, de hamarosan enyhülni fog. So, first and foremost, for those of you who do not speak Hungarian, don't worry. At this event, you will hear everything in two languages. First in Hungarian, then soon after in English. So don't worry, you will understand everything even if you don't speak Hungarian. Tehát nagy szeretettel köszöntöm Önöket, én Györfi András vagyok a CryptoAkadémia.com-tól, én leszek a mai esemény házigazdája. Van néhány fontos technikai információ, amit először el kell mondanom. Öt dolgot kellett megjegyeznem, igyekszem. Az első, hogy a koronavírus sajnos még nem csengett le Budapesten, és itt a Graphisoft Parkban sem. Ezen az eseményen nem kötelező maszk használata, ám erősen javasolt. Ugyanúgy, ahogy a távolságtartás, tehát kérem, ügyeljenek egymásra. A második fontos technikai információ, hogy a GDPR által előírt követelményeknek maximálisan igyekszünk megfelelni. Ezen az eseményen fotó, illetve videó felvételek készülhetnek Önökről. Ezek a fotó vagy videó felvételek megjelenhetnek a magyar vagy akár a nemzetközi médiában. Ha azt szeretnék, hogy ne készüljön Önökről fotó vagy videófelvétel, akkor arra kérem Önöket, hogy a Heraklész nevű szobor, ami itt látható, ez a nagy absztrakt szobor, emögé álljanak. A sajtó munkatársait pedig arra kérjük tisztelettel, hogy azokról, akik a Heraklész szobor mögé álltak, legyenek szívesek, ne készítsenek se videó, se fotófelvételeket. A következő fontos információ, hogy ez az esemény nagyjából 6 óráig fog tartani, durván 17:30-kor fogjuk leleplezni a szobrot. 18:00 pedig egy nagyon izgalmas játékra invitáljuk Önöket. Itt a szobor mögötti területen párnákból kirajzoltuk a Satoshi szót. Ennek az a célja, hogy készítsünk egy olyan drónfotót, amiben mi magunk rajzoljuk ki Satoshi nevét, a We Are All Satoshi, és a mi mindannyian vagyunk Satoshi jelige szellemiségében. Tehát arra fogom majd kérni őket nagyjából 18:00-kor, vagy azután egy kicsivel,
hogy tartsanak velünk, majd ott elmondjuk, hogy hogy tudjuk ezt hatékonyan, koordináltan csinálni, és közösen írjuk ki Szatosi nevét. Ez egy tök izgalmas dolog lesz, ami valószínűleg örök emlék mindannyiunknak. És végül az utolsó fontos technikai információ, hogy 8 órától szeretettel várjuk Önöket a belvárosi Madhouse étteremben. Ez az Anker köz egy szám alatt található, a Deák téren van gyakorlatilag, ahol meglepetés vendéggel, kvízjátékokkal, ajándékokkal és egyebekkel várjuk majd Önöket. So, thank you for your patience. My name is András Györfi from CryptoAcademia.com. I'm going to be your host today. First, a few technical information I have to tell you. At this event, photos and or videos might be taken of you, and these photos and or videos might be used in the Hungarian or in the international media. If you do not wish photos or videos taken of you, please stand into that era behind this abstract statue, Heracles. And I also ask the representatives of the press respectfully, do not take photos or videos of people standing there. The coronavirus is still with us, unfortunately, so although it's not mandatory to wear a mask at this event, please use a mask. We advise you to use a mask, and also please keep your distance. This event will take place until 6 p.m. approximately, and after that we would like to invite you to something really exciting. Behind me, behind the statue in this grassy area, we have set up with pillows the word Satoshi. We're going to ask you to sit on those pillows. We're going to send up a drone. Actually, it's up already. And we're going to take a photo of ourselves forming the word Satoshi. I'm going to tell you the details then. And finally, from 8 p.m. tonight, I would like to invite all of you to Madhouse, an amazing restaurant in downtown Budapest. The address is Anker köz 1. It's practically on Deák Square. Akkor most néhány beszédet fognak hallani, mielőtt leleplezzük a szobrot. Hát köszöntöm Önöket ismét. Hogyha balra néztek, amikor beléptek a gyönyörű Graphisoft Park területére, akkor egy olyan installációt láthattak, amit maga Rubik Ernő, a bűvös kocka fejlesztője tervezett. Hogyha a hátuk mögé néznek, egy kicsit a távolban, akkor Steve Jobs, az Apple társalapítója néz vissza Önökre. Innen nem messze található egy emlékmű, ami az egykor ezen a területen állt gázgyár munkásainak állít emléket, azoknak, akik az első világháborúban vesztették életüket. De a sor még hosszan folytatható. Van itt szobor a sakknak, egy legendás magyar tanárnak, Rácz Lászlónak, aki Nobel-díjas diákok egész sorát adta a világnak. Ezek az emberek mind különböztek. Különböztek származásban, különböztek örökségben, különböztek vallásban, különbözött az életútjuk. Másképp tekintettek a világra. Más vágyaik, álmaik, céljaik voltak. Másképp gondolkodtak. Más-más területen értek el sikereket. Egy valamiben azonban egyeztek. Mindannyian osztoztak egy nagyon fontos gondolaton. Mindannyian hittek valamiben. Mindannyian hitték, hogy a világ lehet más, lehet jobb. Jobb, mint amilyennek megismerték. Elhitték, hogy érdemes dolgozni, érdemes küzdeni, érdemes akár az életük árán is küzdeni. Elhitték, hogy örömet okozhatnak másoknak. Elhitték, hogy jobbá tehetik sokak életét. Elhitték, hogy érdemes szokatlan, a hétköznapokban nem, legalábbis nem azonnal hasznos dolgokkal foglalkozni. Ezek az emberek harcosok. Az én szememben hősök. Ebbe a sorba tökéletesen illeszkedik a Bitcoin alkotója,
Satoshi Nakamoto. Bárki volt is az ismeretlen fejlesztő, amit alkotott, az érték. És legfőképp a bitcoin mögött álló technológia a blokklánc érték. Ezért vagyunk ma itt. So, if you've looked to your left when entering the beautiful Graphisoft Park, you could have seen an installation done by none other than Ernő Rubik, the creator of the Magic Cube. If you look behind you a bit into the distance, then Steve Jobs, co-founder of Apple, will look back at you. Not far from here, there's a commemoration of the workers of the factory that stood here many years ago. The workers who lost their lives in World War I. And the list goes on and on. We have statues here for chess, for a legendary Hungarian teacher, László Rácz, who gave a long list of Nobel laureates to the world. These people all differed. They differed in heritage. They differed in religion. The course of their lives were different. They had a different way of thinking. They have different dreams, aspirations, and goals. They all succeeded in different fields. But they shared something very important in common. They had something very important in common. They all believed in something very important, that they believed it's worth fighting and working. They believed it's worth fighting, maybe even at the cost of their lives. They believed they can cause joy to others and make the lives of many better. They believed it's worth it to work on unusual in everyday life, not necessarily or not immediately useful things. These people are warriors, in my mind, heroes. The creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto, fits in this group of people perfectly. Whoever he or she was, Bitcoin creates value. And especially the technology behind Bitcoin, blockchain, creates value. This is why we are here today. A következő felszólalónk Kocsány János úr, a Graphisoft Park vezérigazgatója. Our next speaker is Mr. János Kocsány, CEO of Graphisoft Park. Szeretettel köszöntöm Önöket a Graphisoft Park munkatársai nevében. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan eljöttek. Ez a 10. szobor, amit ebben a parkban fölavatunk, és soha nem volt még ennyi ember a avatáson, úgyhogy nagy öröm számunkra. A szoborról nem tisztem beszélni, inkább a park történetéről szeretnék néhány szót szólni. Hol vagyunk, miért is építettük, fejlesztettük ezt a parkot. 25 évvel ezelőtt, 1996-ban kezdtük a munkát, amikor a régi gázgyári terület romos területeit birtokba vettük, és azóta évről évre fejlesztjük a parkot. Mi volt a célunk? A Graphisoft nagyon jól ismerte, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységhez milyen jellegű környezetre van szükség. A célunk az volt, hogy egy emberléptékű fejlesztést hajtsunk végre, harmóniában a természettel. Ha körbenéznek, remélem ugyanaz a kép jön le Önöknek is, hogy minden zöld, és az épületek valahol rejtve vannak a zöldben. Az volt a fő célunk, hogy azok a cégek, akik itt otthonra találnak, fölvehessék a legjobb munkatársakat, és azokat meg is tarthassák, annak érdekében, hogy hosszú távon tudjanak a cégnél dolgozni, hasznot hajtani. Ezt a célt azt hiszem, hogy el is értük. 98-ban, amikor megnyitottuk a parkot, első bérlőnk volt a Microsoft, és azóta közel 100 bérlője van a parknak, több mint 5000 munkatársa. Nagyon szeretjük a startup cégeket, hiszen ők az innovátorok,
és ők a jövő. Ezért mi nagyon pici cégeket is befogadunk ide. Ez a titka annak, hogy a cég, a park folyamatosan növekszik, újabb és újabb cégekkel, újabb és újabb tevékenységekkel. 2004-ben adtunk át, ott látható ez a zöld laborépület, amikor rájöttünk, hogy ez a park nem csak IT cégeknek jó kutatásfejlesztésre, hanem mondjuk nanotechnológiai, vagy éppen gyógyszeralapanyag kutatási tevékenységre is. 2013-ban megvalósítottuk azt az álmunkat, hogy oktatást is megvalósítsuk a parkban. Akkor nyitottuk meg a kampusz területét, ahol 3 oktatási intézmény működik, és közel 1000 diák dolgozik már a parkban. Nagyon fontos számunkra az a fajta együttműködés, amit ezek az oktatási intézmények és itt működő kutatásfejlesztő cégek közötti kapcsolatok kialakulnak. Azt gondoljuk, hogy a kultúra ezekkel a technológiai cégekkel együttműködik, tehát nagyon fontos számunkra, hogy azt a szoborpark kezdeményezést, amit több mint 10 éve elkezdtünk, folytassuk, és nagyon örülünk, hogy minket választottak, és ezt a szobrot ma itt át tudjuk adni. So thank you for coming. We are very happy you are here. And there weren't any time when we a new sculpture in this park introduced. So many people were. So I would like to talk about the history of the Grafiszó Park. We began this work in 1996, more than 25 years ago. And this territory was the part of the gas factory. It was closed in 1980s. And since then, that was a real brown zone. We bought this territory because we think that we could change the function of this territory, and we give back to the city this brown zone area. At the Grafiszob, we know very well which is needed for an R&D workplace. That's why we would like to develop a park in harmony with the nature. And if you see around, look around, we think you see also this green area and the building behind. So our first tenant was Microsoft, and since then we have nearly 100 tenants, more than 5,000 employees. We are very proud that they work here. And they are very loyal for this place. In 2013, we opened the campus area with 3 schools, and more than 1,000 students study in this area. And this is very good for the companies who work here. They have contact with these young people, and they have common projects. And this is very good for the education and also for the companies. So we are very happy to introduce this new sculpture in this park. And thank you for coming. Enjoy the park as it is. Thank you. Köszönjük szépen Kocsány János úrnak, a professzor park vezérigazgatójának, illetve Veres Dorottyának is, akinek nagyon sokat köszönhetünk, hogy eljutott idáig a szobor, hogy elkészülhetett és ma itt lehetett. Hosszú volt ez a folyamat. So thank you very much for Mr. János Kocsány, CEO of Grafiszob Park, and also for Dorottya Veres, who helped us a lot to get to this day. A következő beszélünk Debreceni Barnabás, Magyarország első kriptopénzváltójának, a Mr. Coin-nak az alapítója. Our next speaker is Mr. Barnabás Debreceni. He is the founder of the very first cryptocurrency exchange in Hungary. Hét évvel ezelőtt, amikor lelkes rajongóként üzembe helyeztük Magyarország első bitcoin automatáját Budapest belvárosában, az Anker Klubban,
A többség számára még csak egy zavaró masina volt, amit ki kell kerülni, ha sört szeretné rendelni. Csak néhányan tiszteltük úgy, mint a jövő pénzügyi rendszerének első kézzel fogható jelképét. Az ember, aki Satoshi Nakamoto-nak nevezte magát, létrehozott egy szabad, független pénzt, ami visszaadja az emberek kezébe a pénzügyi szuverenitást. Találmányának a publikálásának első 12 évében azonban sokak számára a bitcoin nem ezt az eszmét jelentette, hanem a spekulációt és a gyors meggazdagodás ígéretét. Én nem csoda, hogy sokan gondolták, ez nem több, mint egy újabb fura szerencsejáték. Pedig a beépített spekulációs ösztönzés valójában nem más, mint a világ leggeniálisabb marketing fogása, ami emberek százmillióihoz juttatta el a kriptóeszközöket, és ezáltal az eszmét is, amelynek szellemében létrehozása került. Satoshi a bitcoinnal egy alulról építkező pénzügyi forradalmat indított el. Így. Egy új párhuzamos gazdaságot, amely transzparens és fair. Transzparens, hiszen nyílt forráskódú program alapján fut, amit bárki bármikor auditálhat, és egyértelműen láthatja belőle, hogy mikor mi fog történni. Ez azt jelenti például, hogy pontosan meg lehet mondani, hogy hány bitcoin lesz forgalomban 2032. augusztus 1-én. Szemben a forinttal vagy az euróval, amelynek a kibocsátását és amelynek a forgalomban lévő mennyiségét egy szűk elit társaság kontrollál zárt ajtók mögött. Ez az új párhuzamos gazdaság fair, hiszen a kelet-európai tinédzser ugyanazon programkód és játékszabályok szerint vehet benne részt, mint a JP Morgan kereskedője vagy El Salvador jegybankja. Épp emiatt az átlátható és fair működés miatt bízik meg benne, és használja a kriptóeszközöket napi szinten több 10 millió ember világszerte. A hagyományos pénzek legitimációját erőszakkal kényszerítik ki. A kriptóeszközök viszont békés forradalmat hirdetnek, hiszen önkéntes pénzek, amelyet szabad emberek szabad elhatározásukból hoznak létre, használnak és vállalják annak következményeit. Ez mára már egy több ezer milliárd eurós iparág, amelyet egy elkötelezett, tőkeerős és hatalmas embertömegből álló közösség épít. Ennek a közösségnek ma már ugyanúgy tagja a nyakkendős üzletember, vagy a belvárosi taxisofőr, mint a kapucnis programozó, a fejkendős vidéki nagymama, vagy a gördeszkás tinédzser. Az elmúlt 12 évben a kriptopiac bődületes növekedési ciklusaiban három válságot is átélt, mindenféle mentőcsomag vagy befektetői védelem nélkül. Miközben kritikusai 429-szer temették el eddig a bitcoint, ez a közösség megtanult önállóan digitális gazdaságot építeni, megtanulta állami segítség és védelem nélkül átvészelni az árfolyamzuhanásokat, és megtanult felelősséget vállalni a pénzügyi döntéseiért. Vagyis kimondhatjuk, hogy a kriptovalutákat használó közösség megtanulta a pénzügyeit állami atyáskodás nélkül intézni. Sok száz évbe tellett az államot az egyháztól különválasztani, és nem is sikerült még mindenhol. Satoshi ajándéka számunkra az, hogy elindította az állam és a pénz különválasztásának folyamatát. Azért állítottuk ezt a szobrot, hogy emlékeztessen mindannyiunkat. Szabad bátornak lenni, szabad nagyot álmodni, szabad a leginkább adottnak hit dolgokat megkérdőjelezni, újra feltalálni és jobbá tenni, mint amilyenek eddig ismertük. Ezért arra kérlek titeket is, hogy legyetek továbbra is bátrak, és higgyetek abban, amire elkezdtük együtt ezt az új világot építeni. A történelem igazolni fogja, hogy megérte hinnünk Satoshi álmában. Köszönöm.
7 years ago, when we launched Hungary's first Bitcoin ATM in downtown Budapest, it was not more than a nuisance for most when lining up for a pint of beer. Only a few of us could see it as a miracle. It was the first tangible sign of the future's financial system. A fellow human who called himself Satoshi Nakamoto has created an independent money free of any middlemen that empower people with financial sovereignty. Since the launch of the Bitcoin white paper, this idea behind this novel currency, however, has been abused. For many, Bitcoin has not been more than an asset of speculation and a get-rich-quick scheme. No wonder that Bitcoin has earned the reputation of being a new means of gambling. The built-in speculation component, though, is the most ingenious marketing tool ever that gave access to cryptocurrencies to 200 million people worldwide, and as such, the principles on which Bitcoin was built. Satoshi has launched a bottom-up financial revolution, a new parallel economy, and building a more fair and transparent world. Transparent as a trans based on open source code that may be audited by anyone, anytime, and thus allows anyone to see the consequences of their actions. In practice, this means that we can exactly tell how many Bitcoins will be in circulation on the 1st of August, 2032. In contrast with the forint or euros or any other fiat currency that has been strictly controlled by an elite group of people behind closed doors, closed door meetings. This new parallel economy is equitable, since the same open source software code and rules apply to an Eastern European teenager, JP Morgan's trader, or the Central Bank of El Salvador. As a result of this transparency and fairness, tens of millions trust and use cryptocurrencies each and every day. Fiat money is enforced through threats of violence. In contrast, crypto assets are all about a peaceful revolution, being voluntary currencies that people may freely create, adopt, and use in accountable means. This has become a multi-trillion dollar market, supported by an immense and committed crowd, empowered by enormous capital. As of today, this has become the proud community of well-suited businessmen, the downtown taxi drivers, the hoodie-wearing programmer, the headscarf-wearing grandma, or the skating teenager. The exponentially growing crypto market survived 3 crises in the past 12 years. While its critics and opponents declared Bitcoin as dead 429 times, this community has successfully and independently grown stronger and built a digital economy and learned to manage price drops without any government bailouts or investor protection. This community learned to take responsibility for their financial decisions. In other words, the crypto community has learned to manage its finances without any government control. It has taken hundreds of years to separate state and church, and this is yet to take place in certain countries. Satoshi's gift for us is nothing less that he has started to separate money and state. We have erected this statue to remind ourselves, courage is virtue. We need to keep on dreaming big, questioning common knowledge, rising again, and making a world even better. History will prove it has been worth believing Satoshi's dream. Thank you. Köszönjük szépen, thank you very much. Our next speaker is the head president of a very important organization here in Hungary,
the Blockchain Hungary Association, which tends to connect every player of the Hungarian crypto space. Következő beszélünk Kalocsai Kornél, a Blockchain Hungary Association elnöke. Állítani kell a mikrofont, persze. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok. Ez egy különleges alkalom, és különleges dolgokkal is készültünk. Kedves kripto és blockchain közösség! Satoshi nem csak a bitcoint és a kripto kapcsán alkotott maradandót. Elindította az útján az általa még akkor Chain of Blocks néven illetett blockchain technológiát. Sokan úgy emlegetik ezt a technológiát, mint ami olyan nagyságrendű változást hoz a világba, amely az internet is hozott annak idején. Egy szobor avatása mindig jó lehetőség arra, hogy megálljunk, és megnézzük, hogy hol is tartunk jelen esetben az technológia alkalmazásában. Arra kell rájönnünk, hogy olyan radikális megoldások jelentek már meg az elmúlt 10 év alatt, amelyek teljesen új perspektívákat jelöltek ki a világgazdaság működésében. Csak egy-két példát felsorolva. Hiteles módon tudjuk nyomon követni a mezőgazdasági termékeket a földektől a boltokig. Digitális művészeti alkotások tulajdonjogát tudjuk rögzíteni, és azok adásvételét biztonságossá tenni. Pénzt tudunk keresni online játékok játszásával. Bankok nélkül online módon tudunk hitelt felvenni. Digitális személyigazolványt tudunk a telefonunkon tárolni. És persze ugye a legismertebb alkalmazása, bankok nélkül tudunk elektronikus pénzt tárolni és küldeni egymásnak, ami előrevetíti, hogy a decentralizált pénzügyek térnyerésével átalakulnak a pénzügyi szolgáltatások is. Látszik, hogy a változás nem csak hogy elkezdődött, de javában zajlik is. Sőt, ha megbízható módon elindul a blokkláncok közötti kommunikáció, akkor meg tud valósulni az értékek internete, azaz egy olyan digitális tér, ahol közreműködők nélkül is tudunk különböző értéktárgyakat adni-venni. Én abban hiszek, hogy a blockchain technológiára épülő szolgáltatások illeszkedjenek a jogszabályok keretrendszerébe, és ezáltal megszűnjenek a blockchain-nel és a kriptopénzekkel kapcsolatos negatív megbélyegzések. Például legyen benne a jogrendben az okos szerződések, vagy akár a tokeneknek a fogalma, legyen jogilag is hiteles a blockchain-en tárolt adat, ha már egyszer a piac így is kezeli. És persze a kriptoeszközökkel kapcsolatos alapkérdések is legyenek benne. Az idén sikerült elérnünk, hogy egy ilyen alapkérdés bekerült a magyar jogrendbe, és a kriptoeszközök fogalma az SZIA törvény része lett, és sikerült elérnünk azt is, hogy a magyar kriptojövedelmek adója csökkenjen, és annak az adózása átláthatóbb legyen. Persze azon sokat lehet vitatkozni, és ezt tesszük is, hogy van-e az államnak szerepe egyáltalán ebbe az ökoszisztémába. Még a jelen csapaton belül is eltérően gondolkodunk. Barnabás az alacsony szintű szabályozásnak a híve, én pedig inkább az észszerű szabályozás mellett érvelek. A mi példánk is jól mutatja ugyan, hogy hogyan működik ez az ökoszisztéma. A nézetkülönbségek ellenére is egy csapat vagyunk, mivel mindannyian tudjuk, hogy a világgazdaság működését alapjaiban megváltoztató jelenség kapujában állunk. A blockchain nem csak egy technológia, hanem egy közösség is. Azok közössége, akik hisznek az átlátható és hiteles működésben, akik számára fontos a bizalom, és akik mindig nyitottak az új megoldásokra. Ha tudatosan figyelünk a fejlődés irányára, akkor nem csak sodródni fogunk az árral, hanem annak aktív részesei és befolyásolói is tudunk lenni. Egyesületként számunkra ezen gondolatok miatt volt fontos, hogy emléket állítsunk Satoshi Nakamotónak, és ezért csatlakoztunk András ötletéhez. Közösségként és egyesületként is mi mindannyian tudunk tenni a közös jövőnkért, mi mindannyian Satoshik vagyunk. És itt szeretném megköszönni a közösség nevében is elsősorban Györfi Andrásnak, Debreceni Ráskó Gabinak,
valamint Szilágyi Imrének és Debreceni Barnabásnak azt a rengeteg munkát, amit beletettek, beletettünk, hogy létrejöjjön ez a szobor. Szóljon majd nekik, és persze nektek is az avató végén a Change Bridge Popnak a száma, amit kifejezetten erre az alkalomra készítettek. És akkor most jön az egész angolul. Dear crypto and blockchain community, I believe Satoshi's legacy goes beyond Bitcoin and crypto. He was the one who said blockchain technology, he said chain of blocks back then. Most referred to this technology as something that has brought the same level of immense prediction as the internet had done. Unveiling this statue is a good opportunity to stop and ponder what the adoption of this technology has brought us so far. Disruptive technology emerged in the past 10 years, which set brand new directions in the global economy. Just a few examples. We can transparently trace produce from the farm to the grocery store. We can record and securely buy and sell the ownership of digital art. We can earn money by playing online games. We can access credit by online with normal interest rates without the involvement of banks. We can store a digital ID on our phone. And of course, its most well-known application, without banks, we can digitally deposit and transfer funds that predicts the rise of decentralized financial system. It is apparent that change is not only in the air, but is already has been transformational. What's more, if communication between different blockchain platforms becomes secure, we will enter the area of Internet of Value. In other words, a digital space where we can trade anything for value with no intermediary. I trust that services based on blockchain technology should fully comply with the law, and as such, blockchain and cryptocurrencies develop a better, trusted reputation. Laws governing these services should include the concept of smart contract, the idea of the token, a legal solution that ensures the authenticity of data stored in blockchain, in accordance with what the market has been already doing. Clarification of the legal issues around crypto assets. This year, we as association managed to get such a basic issue into the Hungarian legal system. The concept of crypto assets became the part of the Personal Income Tax Act, and we managed to reduce the tax on Hungarian crypto income as simplify its taxation. Of course, there is a lot of debate and opinions I've divided as to whether the state has a role to play in this ecosystem at all. Even with this team, we think differently. Barnabás is our proponent of low-level regulation, and I am proponent of reasonable regulation. Our example also shows well how this ecosystem works. Despite our differences, we are one team, because we all know that we are the gates of the phenomenon that is fundamentally changing the way the world's economy works. Blockchain is not just a technology, but a community. Those community who believe in transparent and credible operation, for whom trust is highly important, and who are always open to new solutions. If we consciously pay attention in the directions of development, we will not only drift with the tide, but we can also be active participants and influence of it. As an association, it is important to us, because of these thoughts, that we commemorate Satoshi Nakamoto, and that is why we joined Andreas' idea. Both as a community and an association,
we can all do for our common future, and we are all Satoshi. Now I would like to thank on behalf of the community, in particular András Györfi and Gabi Debreceni Rásko, as well as Imre Szilágyi and Barnabás Debreceni, for all the work they and we put in to create this statue. At the end of this event, a song, a Change Bridge pop song, will be heard. That song was made just for the important occasion, and that music is especially for the theme of the statue and also for you. Thank you very much. Köszönjük szépen Kalocsai Kornélnak, a Blockchain Hungary Association elnökének. Thank you so much, Mr. Kornél Kalocsai, President of the Blockchain Hungary Association. Our last speaker is not least. Mr. Imre Szilágyi is the chief organizer of the market leader crypto theme conference here in Hungary, Blockchain Budapest. A következő beszélünk az utolsó, de nem utolsó sorban. Szilágyi Imre úr, aki a magyar kripto széna és a blokklánc iparunk vezető konferenciáját szervezi főszervezőként. Szilágyi Imre. Köszönöm szépen Andrásnak, és nektek is köszönöm, akik eljöttetek, hogy ilyen sokan itt vagyunk. Mindenkit nagyon meglepett itt a szervezők körében is, hogy ennyien kíváncsiak voltatok erre a jeles eseményre. Nem kell már sokat várni, néhány perc, és leleplezzük a szobrot. A jövőt mi építjük. Pont ugyanúgy, ahogy az életben is, a blokkláncon a múlt az megváltoztathatatlan. A jövő azonban még nyitott, és minden egyes tranzakció, ami előttünk áll, az csak rajtunk múlik, hogy hogyan alakul. Szatos ügy egy úttörő volt. Alkotása a Bitcoin, és ezzel együtt ugye a világ első blokklánca, azért zseniális, mert lehetővé tette az értékek szabad áramlását. A világon elsőként digitálisan, szinte költségmentesen transferáltunk értékeket, akár a világ egyik pontjáról a másikra is, bármilyen távol lévő pontok között. Olyan horderejű találmány ez, mint mondjuk a telefon, vagy az e-mail. Ha végig gondoljuk, azonban Satoshi nem egy feltaláló volt, ugyanis nem egy új dolgot hozott létre, csak meglévő dolgokat kombinált össze egy újszerű módon. Minden olyan eleme a Bitcoin blokkláncnak, ami egyébként már előtte is használatban volt és létezett, akár több tíz éve, az mind-mind létező dolog volt, és csak felhasználta, összekombinálta ezeket. Tulajdonképpen egy teljesen új dolgot hozott ezzel létre, és ettől lett forradalmi az egész. Vagyis nem kell ahhoz nagyon-nagyon okosnak lennünk, hogy létrehozzunk valami újat. Ha az emberek megértik, hogy mi is az a blokklánc, ugyanis azt gondolom, hogy még mindig nagyon sokan vagyunk, akik nem értik, nem az itt jelenlévők nyilván ti azért jöttetek el, mert tudjátok, hogy ez miről szól, de a világban rengeteg olyan ember van, aki még nem tudja, azonban ezt az üzenetet ti is át tudjátok adni másoknak, akkor óriási előrelépés jöhet civilizációnkban azzal kapcsolatban, hogy hogyan fejlődik tovább a világ. A decentralizáció, amit a blokklánc ugyanis lehetővé tett, az megteremti a lehetőségét annak, hogy a hétköznapi emberek is ugyanolyan játékszabályok szerint játszanak, és tulajdonképpen a hatalom és a valódi demokrácia megvalósuljon. Ugyanúgy, ahogy a francia forradalom eszméi, ugye a szabadság, egyenlőség, testvériség meg tud valósulni ennek segítségével. A nagy kérdés persze az, és a jövőt szerintem ez fogja eldönteni, hogy hogyan alakul a Bitcoin jövője és a blokklánc technológia jövője, hogy az embereknek vajon szükségük van-e arra, hogy saját kezükbe vegyék a szabadságukat, vagy jól el vannak úgy, hogy mások irányítják az életüket. Én azt gondolom, hogy mi, akik itt vagyunk, a két csoport közül nagyon jól tudjuk, hogy melyikbe tartozunk. Satoshi tehát úttörő volt, de mi is azok vagyunk, akik állítottuk ezt a szobrot neki, és mi mindannyian dolgozunk valami olyanon, függetlenül egymástól is, ami úttörő ebben. Ezzel szeretném is megköszönni én is a többi résztvevőnek, a szervező csapatnak azt a sok-sok munkát, amit beletettünk az elmúlt fél évben. Én se gondoltam, mikor kitalálta András, és megkeresett az ötlettel, hogy ennyi munkánk lesz vele, de nagyon sok volt, főleg az elmúlt hetekben. András, ugye, aki kitalálta a szobor ötletét, ő szintén úttörő, hiszen végigvitte ezt minden akadály ellenére, és minden buktató és felmerülő probléma megoldása került, és végül itt állhatunk, és át tudjuk adni ezt a szobrot.
Kornélis úttörő, hiszen ők voltak azok, akik ugye átnyomták a kormányzaton a blockchain szabályzást, illetve az adózás kérdését, tehát hogy lecsökkentek az adókulcsok Magyarországon közel egyharmadukra. Ez az ő munkásságának köszönhető. És Barnabás is úttörő, nem tudom, hogy hányan tudjátok róla, de ő az, aki a világon az első Ethereum kibányászását megtette. Ezzel még Vitalik Buterint is megelőzte. És én is próbálok úttörő lenni, a többiek nyomdokába élni. Mi most egy csapattal éppen azon dolgozunk, hogy a világ első digitális államát létrehozzuk, ami teljesen blockchain alapul és decentralizáltan működik. És a szobor üzenete is pont ez. Legyünk mindannyian úttörők, legyetek ti is úttörők. Minden embernek vannak ötletei, de az ötleteink nagy részét nem szoktuk megvalósítani. Én arra biztatok mindenkit, aki most itt van, hogy gondoljátok végig, hogy milyen olyan ötletetek van, amit még nem valósítottatok meg. És akkor, amikor idejöttök majd a szoborhoz, és belenéztek az arcába, és magatokat fogjátok látni, hiszen az üzenet ugye az, hogy mi mind szatosiak vagyunk, akkor tudatosítsátok magatokban, hogy ti is képesek vagytok létrehozni és végigvinni azt a dolgot, ami a ti saját személyes küldetésetek. Úgyhogy azt a gondolatot szeretném még itt hagyni nektek végső beszélőként, hogy amikor bárki idejön és meglátogatja azt a szobrot, akár a későbbiekben, akkor gondolni arra, hogy mi mind szatosi vagyunk, és mi mind meg tudjuk csinálni ezt a küldetést, amiért itt vagyunk ezen a földön. Same in English. We create the future. Just like in real life, also, so on the blockchain. The past is unchangeable, but the future is open, and every transaction that will be on the next block, we are creating right now. Satoshi was a pioneer. His work, Bitcoin, and the first ever blockchain in the world, is phenomenal because it's revolutionary changed how we transfer value. He was the first in the world who made it possible to transfer value from one side of the earth to the other within seconds, with almost zero costs, and most importantly, without any third party. His invention is far-fetched, like telephone or email. If you think about it, Satoshi was a pioneer by combining previously existing technologies that we already used for tens of years before. He connected already existing things to build something very new. Blockchain can really change how the world works. If people understand how blockchain works, it can shift the civilization to a whole new level. Decentralized finances can give back the financial power to the ordinary people, and decentralization itself gives us the possibility to spread the power between all of us. On the blockchain, you can have the control, but only if you're willing to take it. This is the way how the motto of the great French Revolution, liberty, equality, and fraternity, can really come alive. The big question now, do people really want freedom and equality? Or maybe most of them is satisfied with the fact that others do control their lives. A fully decentralized state that operates a consensus mechanism is just a few steps away. In a world like that, not only banks, but also politicians will be obsolete. We don't know if we will get there, but with Satoshi's invention, at least we have the chance right now. Satoshi was a pioneer, but all of us can be pioneers. András, who had the idea of building the world's first ever physical statue of Satoshi, he was not an inventor either, but pioneered to make this idea come through. Because of him, now we are standing in front of the world's first Satoshi statue at Budapest, Hungary. Cornél, who is also a pioneer, was the one who succeeded to bring the regulation and taxation of the crypto assets in Hungary to life as the chairman of the Hungarian Blockchain Association. Barnabás is also a pioneer. I don't know, but I think that very few of you know that Barnabás was the first who mined an Ethereum, and he even succeeded to do this before Vitalik Buterin. And even myself, I am with a very fantastic team working on a state, a digital state, that is fully decentralized and operates on blockchain technology. The message of this and the message of the statue is very simple.
everyone can be a pioneer. Every single people has ideas, but most of them we never even realize. It doesn't matter what the idea is, it can be the first to make that to come true. You just have to find your mission and act on it. Just like Satoshi did, just like András did, and just like all of us did. With this statue, we made a clear statement and a clear message to the world. If you come to visit Satoshi's statue at Budapest and you look into this face, you can see yourself. And that means that you can do it. Satoshi could do it, and everyone can do it, because we are all Satoshi. Köszönjük szépen Szilágyi Imrének, a Blockchain Budapest konferencia főszervezőjének. Thank you very much to Mr. Imre Szilágyi, the chief organizer and owner of the Blockchain Budapest conference. Közeledünk a nagy pillanathoz, már csak néhány mondatot kell elmondanom. We're getting close to the moment we've all been waiting for, only a few more words. Aminek most eljön a helye és ideje, az a köszönet nyilvánítás. Sokat beszéltünk már Satoshi szellemiségéről, arra törekedtünk a szobor megvalósítása során, hogy ne csak beszéljünk róla, de gyakoroljuk is. Ez a szobor nem egy központi entitás lelkületéből, elhatározásából vagy parancsára született. Az ötletgazda valóban én voltam, és erre nagyon büszke vagyok. De az alapötlet sok sebből vérzett. Amikor kitaláltam, hogy csináljunk szobrot Satoshinak, a kollégáim azt mondták, hogy lehet, hogy ez megérne egy aprócska jelképes szobrot, mint amit Budapest közterein is lehet látni. Volt, aki azt mondta, hogy vágjunk bele. Amikor Raskó Gabriel láttam, Mr. Coin-tól megkerestem, azt mondtam, hogy Satoshi viseljen egy kalapot, amit a 20-as, 30-as években hordtak a férfiak, és ebbe a kalapba tűzzük bele a Bitcoin logón. Erre a Gabi kinevetett, hogy ez nagy hülyeség. Azt mondta, hogy Satoshi viseljen kapucnis pulóvert Bitcoin logóval, és rájöttem, hogy ez az ötlet jobb, mint az én ötletem. Azt, hogy az arca tükröződjék, közösen hoztuk össze. És a sor még hosszan folytatható. Imre beletette a rendezvényszervezői tapasztalatát, amit sok év alatt szedett össze. Barnabás nagyvonalúan támogatott minket. Kornél is nagyon sokat segített az ötleteivel. De ami nálunk sokkal fontosabb, az a közösség. És itt köszön vissza a Satoshi szellemisége. Ez egy közösségi finanszírozással, egy klasszikus crowdfinance-en megvalósított projekt javarészt. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a magyar, és ki tudja, talán a nemzetközi közösségnek is, akik a Crypto Akadémia által megnyitott Bitcoin és Binance Coin tárcába gálánsan küldtek számunkra adományokat. És köszönettel tartozunk végül, de nem utolsó sorban az Ilgon csapatának is, akik szintén nagyvonulon támogatták ezt a projektet. So, we talked a lot about the spirit of Satoshi. During this project, we had a very important goal. We didn't want only to talk about Satoshi's spirit. We wanted to place it in practice. Yes, the basic idea of the statue came from me, and I'm very proud of it. But this statue is not done by a centralized authority. This is a true group effort. I had the idea. My colleague said maybe it's worth a tiny statue, one that you can see in many municipalities of Budapest. Others said we should do it. When I called Gabriela Raskó from Mr. Coin with the idea, I told her Satoshi, the statue, should wear one of those old-fashioned hats worn by men in the 20s and 30s. And she laughed at me. She said Satoshi has to wear a hoodie with a Bitcoin logo. And I realized that idea is much better than mine was. Imre helped us a lot with his huge experience in event organizing. Kornél also helped us a lot. Barnabás helped us with a lot of finance. But I have to say thank you to the Hungarian and maybe even the international community who sent us Bitcoins and Binance coins as well.
And I also have to say thank you to the team of Ilgon, a fresh new Hungarian blockchain startup. And now I'm going to ask one by one my team members to join me so we can unveil the world's first, the world's very first Satoshi Nakamoto statue. So Mr. Barnabás Debreceni, please join me. Raskó Gabriella, Arso form, Mr. Coin, please join me besides the statue. Yes, I would. Please join. Okay. Köszönjük szépen az uraknak a segítséget. Thank you, gentlemen, for your help. Next, I would like to ask two very important members of this team who I haven't mentioned yet. The sculptors. So, Réka Gergely and Tamás Gili, please join us. And I also have to ask Imre Szilágyi and Kornél Kalacsonyi to join us at the statue. So, as I said, Réka and Tamás had a very important role in this project. Yes, we had an idea, but my knowledge of art is zero. They helped us a lot. Not just with technicalities, but a lot of creative ideas, and we are truly grateful for you for this. Tehát nagyon köszönjük Gergely Rékának és Tamás Gillinek, a szobrászoknak, akik megvalósították ezt a gyönyörű szobrot. Az ötlet, amivel megkerestük őket, nem volt még kellően kiforrott. Ők rengeteg kreatív ötlettel segítették a munkánkat, nem csak megvalósították azt a munkát, amivel meglettek bízva, és ezért nagyon hálásak vagyunk nekik, és szeretnénk megköszönni egy apró ajándékkal. Hát először egy nagy tapsot a szobrászainknak. Put your hands together for our sculptures. And finally, before we unveil the statue, a few words. Satoshi created an account in a forum. When he had to add his birth date, he said he or she was born in 1975. 1975, as most of you probably know, is a very important date in the US financial history, the gold standard. Therefore, this statue is exactly 175 centimeters tall. We mentioned that the face is reflective. This is true, because Tamás and Réka created a bronze aluminum composite and they polished the face. This is why you're going to see your face when you look into Satoshi's face. So now I ask you to join me. Please join us, all of you. Please hold it. And we are all Satoshi. The statue is yours, a szobor az önöké, most már a világé. Igen. És még egy utolsó gondolat, bocsánat, mielőtt birtokba vehetnék önök is a szobrot. Említettem ezt a játékot, a drónfotót, most szeretnénk adni önöknek egy 20-30 percet, hogy szelfiket, fotókat készítsenek tetszésük, belátásuk szerint a szoborról, majd nagyjából 6-7 körül, mert most van 6, bocsánat, arra kérem önöket, hogy itt sorakozzanak föl ennél a korlátnál, legyenek szívesek nem átlépni ezt a korlátot, és 6:45-kor majd el fogjuk mondani, hogy ezt a drónfotót hogyan tudjuk megcsinálni. So, now you can take selfies as many as you wish, and in 15 minutes I'm going to ask you to stand here beside the corridor so we can do the drone photo. Thank you. And another final thing, that soon, when we start the drone project,
you're going to hear a song from Change Bridge Pop, written especially for this occasion. A drónfotózáskor a Change Bridge Pop egyik számát hallhatják majd, amit a mai eseményre írtak. Szörföldvele az interneten, kriptehusz vikingek online szelep. Lehetsz majd te is, ha jól pörgeted. Kripto nem kriptoni, téljed bele. Bizalom faktor a lényeget, értsd meg a bankhálózat, a kárt lépése. Húzni az árral szembe, de tényleg hókusz, fókusz, abakusz, szisztán. Online világ, ne félj tőle, nem ismered, ne hibáztass minket. Jót akarunk mi most mindenkinek, a lényeg a pénzed lesz jó helyen. Itt ez az érme, bitcoin nézd meg, mennyire éri meg. Hidd el, megéri, ez nézzél utána, mert semmi sem muszáj. Szörfölj velem, van még netem. Kriptosaurus élő licsen. Barátságos, mint egy T-Rex. Mennyit fizet? Mindent vihetsz. Blockchain rich, pop, mondom neked. Remake-be fektetem online hitet. Ha nem hiszed azt, amit mondok, figyelj. Google a tükröd, nézzél bele. Modern világ, ne félj tőle. Nem ismered, ne hibáztass minket. Jót akarunk mi most mindenkinek. A lényeg a pénzed, bármit vehess. Itt ez az érve, bitcoin nézd meg. Mennyire éri meg, itt el megéri. Ezt nézzél utána, bár semmi sem muszáj. 2001 buknak, valakik nyernek, tudás a lényeg, ilyen az élet. Mert ez nem piramis játék, nem kell hozzá csak szándék, hogy észrevedd végre a pénzed jövője, az online tél lesz már az. Negyed óra az meg lesz? Halló! Sziasztok! Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy maradjon itt, mert nagyon elkezdtünk szállingozni, de nekünk 102 önként jelentkezőre lesz szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni a fényképet majd a magasból. Jó, úgyhogy ne menjetek, légy szíves el, mindjárt elkezdjük összeszedni az embereket. Köszönöm!
Halló. Sziasztok! Annak érdekében, hogy meglegyen a 102 ember ahhoz, hogy ki tudjuk írni Satoshi nevét, az a kérésem, hogy kezdjetek el, én itt próbálok hátul integetni. Talán elég magas vagyok, innen fogjuk beengedni egyesével az embereket. Itt van két jó kiállású Rihárd nevű úriember, ők fognak segíteni minket abban, hogy egyesével az a kérésem álljatok sorba, és be fognak titeket vezetni. Nagyon-nagyon fontos, mindenki egyetlen darab párnára fog ráállni, ne mozdítsa el semmiképp, mert visszaállítani nagyon nehéz, és föntről nagyon jól látszik, hogyha csak egy 10 centivel is elcsúszunk. Tehát arra megkaptok egy párnát, és arra álljatok rá. Három különböző beállítással fog fotó készülni. Én majd mutatom, hogy milyen pozíciót fogunk fölvenni, és akkor készül föntről egy fotó. Közben helyet nem cserélünk, tehát mindenki azon a helyen marad, ugyanazt a három fotó erejéig, ahol volt. És a legutolsó fotónál azt fogjuk csinálni, hogy fölemeljük a fejünk fölé azokat a párnákat, jó? Egész addig nem mozdítsátok el, akkor mindenki fölveszi, egy helyben marad és felemeli. És még egy nagyon fontos dolog, hogy miután felemeltétek, azt fogjuk csinálni, hogy visszafele fogjuk felvenni azt, mintha mindenki besétálna. Tehát megfogjátok a párnát, és hátrafele sétáljatok majd, kérlek, ki a helyszínről, jó? Mert az lehetetlen, hogy befele mentek és kírjuk, viszont marha jól néznek ki egy felvételről fölülről, hogy összejönnek az emberek és kírják, ezt visszafele fogjuk megcsinálni. Jó? Az I betűtől fogjuk elkezdeni tölteni, és akkor az úriember mutatja, hogy ki hova álljon, jó? Vagy küldi be, kezdjétek el, kérem, feltölteni. Ez számításaim szerint azért egy olyan jó 8 perc lesz, mire mindenki beáll, de nagyon fontos, hogy amikor megkaptátok a párnátokat, onnan nem mozduljatok el. Én azért nem mondom el kétszer, mert a türelmünk véges, tehát azért nem fogom angolul, meg úgy látom, hogy van 102 magyarul értő úriember és hölgy, hogyha valaki nem értené, akkor kérem, hogy segítsenek neki a többiek, hogy mit kell tennie. Jó? Nagyon szuperül csináljátok. Addig én bemutatom a három pozíciót, de be fogom mutatni akkor is, amikor mindenki a helyén áll, de azért, mert lehet, hogy valakinek épp takarásban leszek, azért megmutatom, hogy mi lesz az a három pozíció, amit föl fogunk venni. Az első, az körülbelül úgy kell elképzelni, mint amikor Cristiano Ronaldo odaül egy szabadrugás mögé. Tehát kicsit terpez, hátra rakjuk a két kezünket, és fölnézzünk az égre a drónra. Jó? Tehát valahogy így néz ki. Jó? Ő nem néz föl, de körülbelül ugyanezt a pozíciót felveszi. Úgyhogy amikor majd azt mondom, hogy Cristiano Ronaldo, akkor mindenki ebben a pozícióban legyen. A második, az lesz, amikor mindenkinek megnézzük a hónalját, mind a kettőt, tehát fölemeljük majd mind a két kezünket egyszerre, ökölbe szorítva, és azt is föntről le fogjuk fotózni, valahogy így fog kinézni, akkor már nem állunk terpezbe, tehát összecsukjuk a lábunkat, és marhára örülünk magunknak. Jó, szabad akkor is fölfelé nézni. És a harmadik az ugyanez lesz, csak a kezünkben van a párna. Jó, és utána pedig kijövünk. Mindenkinek köszönöm a türelmét, illetve azt, hogy mozdulatlanul tud állni, vagy legalábbis nem mozdítja el a párnát. Ha valakinek nagyon viszket valami, ezt természetesen megvakarhatja, csak a párna maradjon a helyén, és ugyanoda álljon vissza. Jó? Ez egy ilyen székfoglalós játékhoz hasonló. Akinek nem jutott, azt nagyon sajnáljuk. Nem tudom még, mi lesz a vigazdi. De megpróbálunk mindenkinek teret biztosítani. Ha nagyon sokan vagytok, akkor lehet, hogy majd még csinálunk egy föntről egy olyan fotót, amikor már esetleg nincs kint a név, de összegyűlünk mindannyian ide, hogy hányan vagyunk egy jó nagy körbe. Csak arra kell figyelnünk, hogy a drónos úriember azt mondta nekem, hogy 14 percig tudunk még fölvenni, hogy előre nincs is fönn a drón, amikor mindenki a helyén áll, akkor fogunk fölrepülni, nehogy az legyen, hogy a végén nem tudjuk fölvenni a kisétálást.
Kicsit a szobor leleplezés után megijedtem, mindenki elindult hazafelé, miután megcsinálta a szelfiét, de azért nagyon örülök, hogy elegen maradtatok itt. A felével már meg is vagyunk, sőt, egy kicsit talán már többen is vagyunk, mint a fele. Jó, tehát senki ne szomorkodjon, ha nem jutott neki a szatosi névben hely, a végén akkor fogunk csinálni egy mindenki által, vagy mindenki összegyűlik a középre, és egy ilyen össznépi felvételt fölülről, hogy legalább az is látszik, hogy nem csak 102-en, hanem legalább kétszer annyian voltunk itt. És természetesen kívülről mindenki szurkolhat azoknak, akik bekerültek a ketrecbe. Közben kaptam egy nagyon jó ötletet, hogy senki ne érezze úgy, hogy kimaradt, amikor föltöltöttük a betűket, de még vannak, akik részt szeretnének venni, ők egy keretet fognak alkotni, jó? Tehát az a kérésem, hogy a zsinór mellett, akiknek nem jutott hely a betűknél, álljunk föl úgy, hogy keretbe kerüljön az egész felirat, jó? Ne egy oldalon álljon mindenki, tehát gyertek ide a bejárat felőli oldalra is, illetve a Microsoft épület oldalára is, próbáljuk meg egy sorban állni, jó? Közeledünk a végéhez, mármint ahhoz, hogy mindannyian a helyükre kerüljenek. Jó, tehát kérem, aki szeretne részt venni, csináljuk meg itt a keretet. Addig elmozdítjuk onnan azt a molinót is, remélem, már kértem valakit, hogy próbáljuk meg eltenni, mert az nagyon rosszul mutatna, az emberek előtt ott lenne egy ilyen molinó. Úgyhogy kérem a szervezőket, illetve ha kell segítség, akkor azt a molinót valahogy tegyük egy picit odébb. Jó, én azért bejövök ide, hogy mindenki lássa majd még egyszer a pozíciót. Mindenki tudja, hogy milyen figurákat kell majd fölvenni? Nem tudja mindenki? Van, aki tudja és szeretné bemutatni? Na, olyan persze nincsen. Jó, akkor az a kérdésem, hogy itt, ahol a molinó eltűnt, még töltsük fel ezt az űrt. Illetve talán itt még a Microsoft épület oldalán is van egy-két hely. Kérem, hogy jöjjön oda 2-3 ember. Jó, és akkor talán megvagyunk. Én is a végén be fogok ide állni, hogy ne zavarjak be a képbe. Szerintem indulhat a drón. Szóljon, aki látja vagy hallja. Ott elindult hátul. Jó? Tehát akkor az első pozíció lesz a Cristiano Ronaldo. Mindenki pici terpesz, úgyhogy a többieket nem rúgjuk le. Ökölben hátul a kezünk, éppen csak a fenekünk mellett mögött. És fölfele nézünk, jó? Kilépek ide, bocsánat. Na Cristiano Ronaldo, 1, 2, 3, mindenki kitartja a poszt, készüljön el a fotó föntről. Mindegyiket nézzétek, de szerintem az a miénk, ami közelebb van a bejárathoz. Mind a kettőt lehet nézni, szerintem meg fogjuk szerezni akkor a másikat is. Jó, köszönöm szépen mindenkinek a pozitúrát. Most, hogy fölöttünk van már a drón, akkor csináljuk meg a második képet is. Ökölbe teszi mind a kettő. Terpeszt visszavesszük, tehát szépen vigyázva állunk. Most ökölbe a kéz, föl, és marhára örülünk mind a kettő. Ott, mind a két kéz fönn, mind a kettő. Senki nem hagy le egyet se, és akkor mehet ez a fotó is. Köszönöm, közben lehet kívülről szurkolni. Hát látjátok, hogy mennyire örülnek, akik itt bent vannak.
Szuper, köszönöm szépen, letehetitek a kezeteket, és akkor most jön az, amikor fölveszitek a párnát, de nehogy elmozduljatok, tehát ott maradtok, a párnát megfogjátok, és a fejetek fölé teszitek, jó? Jó, tartsátok, légy szíves, mindenki egyenes kézzel fönt, ne a feje tetejére tegye, hanem nyújtott kézzel. Nagyon jók vagytok, most így tartsátok ezt egy fél órán keresztül. Csak amíg ez a szám megy. Köszönjük szépen mindenkinek, az a kérésem, hogy biztonság, nehogy letegyétek, akik a szélén állnak, mármint, hogy, bocsánat, úgy értettem, hogy ne tegyétek le a kezetekből, leveltitek, tehát nem kell a fejetek föltartani, csak maradjatok még egy pillanatra ott, és a kezetekben legyen, és akkor akik a szélén állnak, az a kérésem, akik a keretet alkották, hogy jöjjenek el, mert akik a betűknél vannak, ők most szét fognak hátrafelé, úgy fognak kihátrálni, mintha éppen oda mennének, tehát a kezükben van. Egy pillanatra elkérem, bocsánat, tehát olyan, mintha itt állnék, és utána én elhagyom a területet, de valahogy úgy, mint Michael Jackson, csak kicsit lépni is lehet, tehát így hátrafele kilőjek a kezemben ezzel a gyönyörű párnával. Hogy a párnák sorsa mi lesz, azt mindjárt megkérdezem a szervezőket, hogy hova gyűjtjük, vagy mi legyen velük. Jó, itt ehhez a fához majd az a kérésem, hogy mindenki hozza vissza, jó? Amikor végeztünk, de akkor kezdjünk el hátrálni. 1, 2, 3! Mehetünk kifelé, kifelé! Vigyétek magatokkal a párnát! Szuper, nagyon jók vagytok! Vigyázzatok, ne esetek el! Köszönjük szépen mindenkinek! A részvételt föl lehet dobni, csak aztán össze kell szedni és ide a fához összegyűjteni. Köszönjük szépen mindenkinek, a szervezőknek a szervezést, a résztvevőknek pedig azt, hogy emelték a hangulatot a jelenlétükkel, illetve segítettek minket ezeknek a felvételeknek az elkészítésében. További szép napot kívánok, és ne felejtjétek azt, hogy este a belvárosban várnak mindenkit a szervezők. Sziasztok! Samurai, samurai, samurai.